Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 15. részének első 7 verséből. Mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyöngeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid, gyalázásaid én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket, az Isten dicsőségére. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy így fogadtál be minket feltétel nélkül, amint vagyunk sok bűn alatt. Bocsásd meg, hogy nekünk olyan nehezünkre esik elfogadnunk egymást úgy, amint vagyunk. Bocsásd meg, hogy mindig újra feltételeket szabunk. Követelünk, igényeink, elvárásaink vannak. Engedd megértenünk ma azt, hogy így igaz, ahogy a te igéd mondja, tartozunk egymást szeretni, elhordozni, segíteni, egymásnak szolgálni. Hiszen azzal, amit te ajándékoztál nekünk, adósokká tettél egy életre. És mi neked nem törleszthetünk. Csak úgy adhatunk hálát a te kimondhatatlan ajándékodért, hogy az életeddel szabadítottál ki minket, hogyha egymást szeretjük és szolgáljuk. Szabadíts föl minket erre a belülről fakadó szeretetre és szolgálatra. Köszönjük ezt a csendet, köszönjük a gyülekezet ajándékát, kérjük a te igédet, kérünk, hogy áraszt ki gazdagon szent lelkedet rejánk, hogy értsük és szeressük elrendelt utunkat és minden parancsodat. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem az ige szavaival. A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Amen. Szent és igaz Isten, a te jelenlétedben még inkább érezzük a magunk szentségtelen, tisztátalan, szennyes voltát. Átitatott minket a bűn. Sokszor már ott is képmutatóskodunk, ahol nem akartuk, és akkor is hazudunk, amikor nem volt szándékunkban. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek, és Jézusért részesíts minket a te szentségedben. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele 6. részének első 5 versében így olvashatjuk. Testvéreim, ha valakit tetten élnek is valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De vigyázz közben magadra, hogy te is kísértésbe ne ess. Egymás terhét hordozzátok, mert így töltitek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja magát. Mindenki a maga tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét fogja hordozni. Kedves testvérek, múlt vasárnap az egymás terhének a hordozásáról volt szó, és próbáltuk az erőtlen szorvány gyülekezetek terheit közösen fölvenni, valamit legalább azokból átvenni. Azóta is sokat gondolkoztam ezen az igén,
azt szeretném most elmondani, amit Isten lelkének a világosságában megértettem belőle. Többen szóvá szokták tenni, hogy itt is ellentmondás van a Bibliában. Hiszen Pál azt mondja az egyik mondatban, hogy egymás terhét hordozzátok, és két mondattal később azt, hogy ki a maga terhét hordozza. Hát most vagy egymásét, vagy a magunkét. Vagy mikor melyiket, vagy hogy kell ezt érteni. Három lépésben világosította meg Isten számomra ennek az igének a jelentését. Az első az volt, amikor észrevettem, hogy az eredeti görög szövegben két különböző szó áll ezen a két különböző helyen. Az első alkalommal, amikor az apostol arról szól, hogy egymás terhét hordozzátok, egy olyan kifejezést használ, ami a nagyon nehéz terhet, az alig elbírható, sőt elviselhetetlen terhet jelenti. A másik helyen pedig az a szó van, ami az ókori katonának a személyi fölszerelését jelentette. A görög fortion szónak a latinos változata a porció, amikor kiporciózzák mindenkinek ugyanazt, és mindenkinek ugyanannyit vinnie kell. Arra neki szüksége is lehet menet közben. Azt mondja tehát az apostol először, hogy a maga porcióját mindenki szép csöndesen szó nélkül hordja. És ami az ő személyre szabott terhe, az alól ne akarjon kibújni, és azt ne akarja másra terhelni. Ki a maga terhét hordozza. De lehetnek minden ember életében olyan időszakok, amikor észrevétlenül elviselhetetlenné dagad, nő valami teher. Vagy amikor hirtelen a nyakába szakad valami váratlan teher, és nem bírja egyedül elviselni. Roskadozik, vagy összeroskad alatta. Akkor a keresztény gyülekezetben tessék ezt azonnal észrevenni. Ő itt a gyülekezethez ír. Vegyék észre az ilyeneket, és a legtermészetesebb módon álljanak oda mellé, és segítsék elhordozni neki az elhordozhatatlant. Vigyék többen azt, amit egyedül nem lehet elviselni. Ki a magáét hordja szépen, csöndesen, és ezzel ne terheljen mást, de közben legyen nyitva a szemünk, hogyha valakinek hirtelen megsokasodnak a terhei, ne kelljen összeroppannia alattuk a szemünk láttára, hanem vegyük át akkor is, ha az nem a mi terhünk. Legyen az közös teherré. A gyülekezetben a közteherviselés az alapvető szabály. Miért? Azért, mert Krisztus is ezt tette. Éppen most volt napi igénk a Róma 15-ből ez a néhány vers, amit az imént hallottunk. Mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyöngeségeit hordozzuk. És ez állandóan változik, hogy ki az erősebb és ki az erőtlenebb. És ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, annak javára, épülésére. Miért? Itt jön az indokolás. Mert Krisztus sem magának kedvezett. És ha mi Krisztus tanítványai vagyunk, őt akarjuk követni, úgy akarunk járni, ahogy ő járt, ha ő él bennünk, akkor mi sem tehetünk mást, mint hogy odaállunk a roskadozó mellé, nem magunknak kedvezünk, hanem átveszünk a terhéből valamit. Gondoljunk csak arra, amit néhány héttel ezelőtt az új élet törvényéről tanultunk meg, a Róma 8.2 alapján, hogy a Jézus Krisztus lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és halál törvényétől. A bűn és halál törvénye az, hogy én vagyok a legfontosabb. Engem szolgáljanak, az én terveim valósuljanak meg, kerül, amibe kerül. Mindegy, hogy kifizeti érte az árat, ha a másik belepusztul is, én éljek. Ez a bűn és halál törvénye. A Jézus Krisztus életének törvénye az, hogy én meghaltam. Tehát itt nem akar egy halott már semmit, és nem a maga kedvét akarja keresni. Jézus Krisztus él bennem hitáltal, és a bennem élő Krisztus számára mindig az a természetes, hogy lehajol, segít, szolgál, hiszen pontosan ezért jött, hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Az élet törvénye tehát ez, használja is Pál ezt a kifejezést, hogy így töltitek be a Krisztus törvényét. A törvény magában az, hogy előírom, hogy ezt meg ezt csináld. Aztán mindenki keresi a kibúvót, vagy rossz a lelkiismerete, hogy nem tudta teljesíteni. A Krisztus törvénye az, hogy a bennem élő Krisztus veszi észre a másik szükségét, veszi magára a másik terhét,
ez a természete lényege szerint el van berendezkedve, hogy segítsen, szolgáljon, másokon könnyítsen. Így kérdezi most ez az igen mindannyiunktól, te betöltöd-e a Krisztus törvényét, vagy pedig a halál törvényét, a magad törvényét. Erre hív most minket. Na de mindnyájunknak megvan a magunk terhe, erre azonnal ez a válaszunk. Mindnyájunknak megvan. Csak hogyha mi az Isten országában élünk, akkor ott más törvényszerűségek érvényesülnek. Például az, hogy ha nehéz a magad terhe, vedd fel a másikét is, és könnyebb lesz. Tudnélik, akkor több erőt kapsz hozzá. Ha az ő parancsára, az ő törvényének engedve veszel magadra terheket, tőle fogsz erőt kapni. Nélküle pedig a magadét sem bírod. Hisszük-e mi ezt? Ilyen egyszerű dolgokban lesz ez valósággá, hogy találkozunk egy ismerőssel az utcán, miközben a magunk gondjait és terheit cipeljük, és látjuk rajta, hogy nagyon fáradt, vagy kitűnik az elejtett szavaiból, hogy most nagyon megsokasodtak a terheik. Mit csinálunk ilyenkor? Hirtelen a magunkéről kezdünk-e beszélni, vagy elbúcsúzunk, hogy ne is kelljen hallanunk, mert tudjuk, hogy akkor át kellene vállalnunk abból valamit. Ne legyen rossz a lelkiismeretünk utána. Elég nekünk a magunké. Vagy pedig külön rákérdezünk, hadd mondja el. Aztán elkezdünk érte imádkozni. Nem úgy, hogy egy pohászt elmondunk, hanem úgy, hogy hordozni kezdjük imádságban a másik terheit. Aztán imádság közben fogjuk megérteni, hogy mi az, amit nekünk kell és lehet abból átvennünk. És már vezetés érvényesül az életünkben, már mennyei erők áradnak be oda, nem egyedül fogjuk ezt vállalni, hanem Krisztussal, és ő azt mondta, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ez mindig az ő terhe, hogyha egy másik terhét magammal vállalom, az ő indításának engedve. És az könnyű. Könnyű terhekkel azt találkozik, aki a Krisztusnak enged. Nos, betöltjük-e a Krisztus törvényét? Mindannyiunkkal előfordulhat bármikor, hogy váratlan terhek zuhannak a vállunkra. Betegség, álvaság, gyász, anyagi gondok, megaláztatás, kudarcok, hitbeli kételyek. Számíthatunk-e ilyenkor egymásra? Átéljük-e a Krisztus testnek, az egyháznak ezt a titkát is, hogy ha az egészséges szervezetben valamely szerv megbetegszik, mondjuk a páros szervek közül az egyik, és felmondja a szolgálatot, a másik átveszi annak a funkcióját. Ennyire egészségesen funkcionálunk-e, mint gyülekezet, mint a Krisztus teste. Ilyen természetes módon, külön felszólítás nélkül. A szemem előtt zajlik az, hogy a másik a terhek szakadtak, és ő viseli, igyekszik viselni, de roskadozik. Odaállunk és együtt hordozzuk. Miért? Mert Krisztus is így vállalta át a miénket. Ézsaiás 53.4. Betegségeinket ő hordozta, fájdalmainkat ő viselte. Oda igazította a vállát a mi terheink alá, és a mi terheinket hordozta. Testvérek, minden életkornak megvannak a többlet terhei, amiket cipelünk mindnyájan szerencsétlenek, de ahol olyan nagy segítség az, ha valaki odaáll, csak megértéssel is. A kisgyerekkornak a sajátságos félelmei, szorongásai, amiket sok hozzá nem értő szülő csak rémülten konstatál, aztán elüti, ha a kicsi végre beszélne róla, és föl lehetne oldani benne. De megkerüljük, elütjük, nincs válaszunk rá, nem értjük. Nem vesszük át az ő többletterhét. A serdülőkornak a belső viharai, sokféle elvi bizonytalansága, sokféle titkos küzdelme, magányossága, álvasága. Olyan kedvesen oda lehetne állni azok mellé, akik ezeket a többletterheket hordják. A középkorúaknak a egyre fokozódó túlterheltsége. Ó, de csöndesen le lehet venni terheket a vállukról. Egy házasságon belül hol az egyik erősebb, hol a másik. Tartozik az erősebb, azt olvastuk, hogy az éppen erőtlenebb gyöngeségeit hordozza. Miért tartozik? Mert Krisztustól annyit kapott, hogy adós lett. És neki nem tudjuk meghálálni közvetlenül. Úgy köszönhetjük meg Jézusnak, amit adott nekünk, hogy egymásnak próbálunk ajándékozni. Önmagunkat ajándékozzuk oda.
az időskornak a felsorolhatatlanul sok többlet terhe. Olyan terhek, amiket azelőtt nem kellett hordozni. Ahogy fogy a fizikai erő, úgy nőnek ezek a terhek, és roskadoznak alatta. Olyan kedvesen oda lehet állni, és megkönnyíteni a terhek hordozását. Neki kell cipelni, nem tudom átvenni mindenestől, nem is kell, de meg lehet könnyíteni. Vagy legalább azzal könnyítsük meg, hogy a magunk terhét ilyenkor nem terheljük rá a másikra, aki maga is roskadozik. Mert Krisztus is, így olvastuk. Persze az is szükséges ehhez, hogy készek legyünk elfogadni, ha valaki végre kész megosztani a terheinket. Mert olyan nagy álma, ami a rejtett büszkeségünk, hogy rettenetesen nehezünkre esik elfogadni. Valaki őszinte szeretettel, a Krisztus indulatával jön oda, gyere, osszuk meg, mert látom, alig bírod, és akkor előbújik belőlünk a büszke óember, és elmarjuk magunk mellől. Vágyunk arra, hogy jöjjön valaki, de ha jön, akkor elmarjuk. Ezek tisztátalan indulatok. Isten gyermeke tud adni, és tud egész természetesen elfogadni. Tudja, hogy mikor kinek van szüksége arra, hogy most én adjak, és tudja, hogy mikor van nekem szükségem arra, hogy elfogadjak, és hálás vagyok az Úrnak, ha küld valakit, aki megosztja a terheimet, és kész velem együtt hordozni. Ennek egészen természetesnek kell lennie a keresztény gyülekezetben. És ha akármelyik nehezünkre esik, tartsunk bűnbánatot, engedjük, hogy kiigazítsa Jézus Krisztus bennünk ezeket a tévedéseket. Engedjük, hogy ilyen értelemben is éljen bennünk a Krisztus. Ez tehát az első, ami itt feltűnik, hogy másról van szó. A nagy terhekben egymás terhét hordozzátok. Kiki a maga terhét meg csöndesen hordozza. Azonban Pál itt valami mélyebb értelmet ad ennek a felszólításnak, mert nem egyszerűen csak a hétköznapi megszokott terhekről szól, hanem olyan lelki terhek közös hordozásáról, amik nagyon meg tudják gyötörni a hívő embert. Érdekes a sorrendje, hogy előbb mond egy illusztrációt, és utána magyarázza meg, hogy ezt most miért mondta. Az első verset így olvastuk, ha valakit tetten élnek is valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, és közben vigyázz magadra, hogy te is ugyanabba a kísértésbe ne ess. Egymás terhét hordozzátok, mert így töltitek be a Krisztus törvényét. Tehát itt egész pontosan arról van szó, hogy ha valaki a gyülekezet tagjai közül vétkezik. Nem tudatos engedetlenségről van szó, ez a kifejezés a botlást, az elcsúszást jelenti, de mindegy, az is bűn. Mit csinálunk vele? A gyülekezet kilökheti magából. Nem vállalunk vele közösséget. A rossz fényt vet ránk, hogy ilyenek vannak közöttünk. Hogy történhetett meg ilyen? És közben kevesen gondolnak arra, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Bármelyik pillanatban mi is megbotolhatunk. Tehát kivetheti, megbélyegezheti, elítélheti, a gyülekezet magára hagyhatja ott, ahogy elesett, ahogy elbotlott. Vagy lehet mentegetni, leplezni, hallgatni róla. Ahogy ma kissé közönségesen szoktuk mondani, falazni. Melyik a megoldás? A Krisztus törvénye egyiket sem mondja. A Krisztus törvénye az, hogy a bűnt bűnnek nevezem, a bűnös pedig az ő elestében is nagyon szeretem, lehajolok hozzá és segítek neki talpra állni. Szelíd lélekkel igazítsátok helyre az ilyet. Nem törődöm bele, hogy egy közülünk elesett. És közben mindig arra gondolok, hogy én is hasalhatnék ott. És lehet, hogy hamarosan nekem lesz szükségem, hogy testvérik ezek utánam nyúljanak. És persze, hogy kellemetlen ez az egész, mert mit szól a világ, meg él rám is rossz fényt vesz, hogy most ővele foglalkozom, meg ilyenek a barátaim, meg a testvéreim. Akkor is vállalom. Egymás terhét hordozzátok, egymás bűnterhét, és annak a következményeit is hordozzátok, írja a gyülekezetnek, mert így töltitek be a Krisztus törvényét. Miért? Megint csak az előbbi érv hangzik itt el, azért, mert Krisztus is így tett velünk. Hadd olvassam az Ézsaiás 53-ból a következő verset. Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van,
és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ezt mondja a proféta, a megváltó Krisztusról. Mi vétkeztünk, és azokért a bűnökért rajtunk kellene elverni a port. Tehát a sebeknek rajtunk kellene lenniük. De ő sebesítetett meg a mi vétkeinkért. Mert magára vállalta a mi bűneinket. Mert beteljesedett az, amit a keresztelő így mondott, megrendülve a Jordán partján, ímé az Isten báránya, aki hordozza, elveszi a világ bűnét. Mert a legsúlyosabb teher minden emberen, és az egész emberiségen a bűnteher. És aki ezt átélte már, hogy nem a körülményei, nem a környezete, nem az emberek, még csak nem is az ő természete az oka annak a sok bajnak, ami az életében van, hanem a bűnei, és így megy oda Istenhez, az megtapasztalja azt, amit a Zsoltáros így újjong a 32. Zsoltár 5. versében, és te levetted rólam bűneimnek terhét. És előtte elmondja, hogy a csontja ropogott a bűntehel alatt. Annyira plasztikusan írja le, hogy kínlódik, nyűszít egy ember a bűneivel. Míg végre elhatároztam, hogy neked bevallom, mondja. És akkor jön a nagy föllélegzés, és te levetted rólam bűneimnek terhét. Jézus Krisztus emberré lételének, kereszthalálának, feltámadásának, egész munkájának a célja az volt, hogy az alatt, a teher alatt, ami alatt feltétlenül és biztosan összeroppannánk mindnyájan, ne roppanjunk össze, levette rólunk bűneinknek terhét. Szabadok vagyunk. A Kolossai levélben így olvasjuk, hogy oda szögezte az adós levelünket a keresztre. Nem tartozunk senkinek. Így szabadulhatunk fel arra, hogy szolgáljunk egymásnak. Így jövünk rá arra, hogy tartozunk egymásnak szeretettel. Egymás terhét hordozzuk. Van végre erőnk egymás terhét hordozni. Nem megy el minden energiánk a magunk bűnterhe cipelése közben. Levette rólunk bűneinknek terhét, szabaddá váltunk mások terhét hordozni. A Jézus terhét, amely könnyű. Így hívogatja ő magához ma is azokat, akik megfáradtak és terheket hordoznak. És ígér nekik igazi nyugalmat. És így biztatja, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. A magunk terhe nem könnyű. Ha a magunk terhe mellé még valaki más is ránk akar rakni valamit, az elviselhetetlen. A Krisztus terhe könnyű. Mert ami igazán nyomaszt, a bűn és annak következményei már nem minket nyomnak. Ő magára vette. Hiszed-e ezt? Aki erre a hitre eljut, akinek ez a nagy felfedezés egészen valóságos tapasztalata lesz, hitének a tartalma, aki átéli, hogy az én bűneim terhét is levette, az válik szabaddá arra, hogy egymás terhét, mások terhét is hordozza. A magáit meg csendesen, hűségesen hordozza. Mert ebben a közegben, a Krisztussal való közösségben minden tehernek más a súlya. Mint ahogy a súlytalanság állapotában egész új helyzetbe kerülnek azok, akiket ilyenbe hoznak, és mindennek más lesz a súlya. Ugyanúgy, aki Krisztushoz közel kerül, Pál így mondja, hogy aki Krisztusban van, átéli, hogy minden tehernek más a súlya. Sokszor oda jutunk már mi Jézus nélkül, hogy önmagunknak is terhére vagyunk. A múlt héten ketten is mondták ezt más-más formában, egy 10 éves meg egy 70 éves testvérünk. Hogy nem bírom elviselni magamat, mondta a 10 éves. Az idős testvérünk meg azt mondta, hogy én leginkább önmagamnak vagyok terhére. A Krisztusban ez is megváltozik. És ott marad erőnk egymás terhének hordozására is. Képek vagyunk-e mi erre, testvérek, egymást a maga nehéz természetével, botlásaival, annak a következményével, szégyenével is vállalni, hordozni, úgy, hogy a bűnt bűnnek nevezzük, de a bűnöst nagyon szeretjük, és a szabadító Jézustól kérünk számára szabadulást. Hadd említsem meg itt ennek a második szakasznak a végén azt,
hogy holnap kezdődik a belekküldői konferenciai telepünkön egy evangelizációs hét alkoholista testvéreink számára. Olyanok számára, akik nagy részt valamilyen gyülekezetből kerülnek oda. Ezen már is fölháborodhat, akinek tetszik, hogy gyülekezetben alkoholisták. Vannak, itt is vannak. És milyen jó, hogy vannak, mert meghallhatják az igét, és megszabadulhatnak. Azért vannak, mert ők is szeretnének szabadulni. A legtöbb alkoholista fő vágya az, hogy szabaduljon, csak nem tud, és mi se tudjuk őket megszabadítani. Semmiféle antetil tablettákkal és beültetett, meg beszedetett megfélemlítésekkel nem tudjuk megszabadítani. Elvétve akad néhány, aki leszokik, vagy abba hagyja. Szabadulást csak a szabadító tud adni. És Jézusról mondta azt az angyal, még születése előtt, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Nos, ha valakinek a szívében van ilyen készség, hogy egymás terhét hordozzuk, akkor ezt a hetet imádkozza végig. Azért, hogy Isten ezeket a számunkra ismeretlen, de mégis a Krisztusban testvéreinket szabadítsa meg, közülük minél többeket, az evangéliummal, az ő erejével, hatalmával, ebből a megkötözöttségből. Egymás terhét hordozni egyebek között ezt is jelenti. Ez a mi ügyünk, ez nem az ő dolguk, ahogy valaki mondta a múltkor. Ez a mi dolgunk, hogy ők hogy vannak ott a gyülekezetben, és hány megszabadult ember van, dicsőítse meg magát a szabadító Jézus azáltal, hogy hatalmasan hirdettetik ott az ige. És a harmadik, ami még mélyebbre vitt ennek az igének a megértésében az, hogy a mi fülünknek úgy cseng, mintha mind a két igében felszólító módban állana a nyelvtani ige. Tehát egymás terhét hordozzátok, és mert úgy töltitek be a Krisztus törvényét, ki a maga terhét hordozza. Ez az utóbbi azonban nem felszólító mód, ez kijelentő módban áll az ősi szövegben, csak azonos a szó alakja a magyarban a felszólító és a kijelentő módnak. Mind a kettőt így mondjuk, hogy hordozza. Sőt, ott kijelentő mód jövőidő van. Ki a maga terhét fogja hordozni? Mikor? Kérdezi az ember. Amikor meg kell állnunk a Krisztus ítélőszéke előtt. A Károli Bibliában ott is van a lábjegyzetben a 2 Korintus 5:10, amelyik arról szól, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. De itt nem az üdvösség vagy kárhozat kérdéséről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy az igaz bíró Jézus, ami cselekedeteink alapján üdvözít, vagy enged a kárhozatra. Ez az üdvözültekhez szól, amikor elragadja magához az övéit, akiknek már biztos az üdvösségük, akkor ezeket megítéli, aféle házi ítélet, családi ítélet lesz ez, hogy ki megjutalmaztassék. Aszerint, amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. És ez azt jelenti, hogy egyszer mindannyiunknak, akik hiszünk Jézus Krisztusban, akik hittel tudomásul vettük, hogy levette rólunk bűneinknek terhét, és örök életünk van, ő érette. Nekünk is meg kell állnunk előtte, mint bíró előtt, és számot kell adnunk, hogy mit csináltunk az új életben, a hívő életünkben. Mit cselekedtünk. Ebben az igében tehát Pál azt mondja, hogy emberek között e földi életben lehetséges és szükséges az, hogy néha egymás terhét hordozzuk, besegítsünk, könnyítsünk rajta. De lesz egy nap, ama nap, amikor mindannyiunknak egyedül kell megállnunk Krisztus előtt, és úgy kell számot adnunk arról, hogy hogyan szolgáltunk neki. A bűnbocsátó kegyelem tehát nem felelőtlenségre szabadít fel, hanem éppen, hogy felelős életre. És egyáltalán nem mindegy, hogy mire használjuk mi azt az új életet, amit Krisztustól kaptunk. Először tehát azt tűnt fel, hogy máshol van szó itt a két igében, van nagy teher és kis teher, a kicsit hordozzuk mindnyájan, a nagyobban meg segítsünk egymásnak. Másodszor azt láttuk, hogy van lelki teher is, és itt kifejezetten erről van szó.
tanuljuk meg egymás terhét úgy is hordozni, hogy egymás lelki terhét hordozzuk, mert Krisztus hordozza minnyájunkét, és végül arra int az apostol, hogy egyszer minnyájunknak meg kell állnunk a Krisztus előtt, és ott senkire nem számíthatunk. Az édesanyánkra sem, a párunkra sem, a lelki gondozónkra sem, ott egyedül kell felelnünk. Engedelmes, szent életben most lehet felkészülnünk erre a találkozásra. És végül még valamire ad nekünk világos útmutatást ez az ige. Tudnék arra, hogy hogyan kezeljük a Bibliában található ellentmondásokat. Onnan indultunk ki, hogy ime ellentmondás a Bibliában. Mást mond az egyik vers, és mást a másik. Ha valaki csak ugyan meg akarja érteni, hogy miről van ott szó, akkor próbálja magát mélyre ásni, akkor értse meg, mielőtt ítéletet mondana. Miről is van ott szó, nézzen utána. És miután megértette, mindig rájön arra, hogy az általános igazságoktól eljut a személyes valóságig. Mint ahogy itt is nem elvi igazságot feszeget Pál, hanem az Isten mentő szeretetét hirdeti. Jézus teherhordozására utal. És rájön az ilyen ember arra is, hogy a Biblián belül, önmagán belül nem igen találhatók ellentmondások. Viszont nagyon sok ellentmondás van a mi téves gondolkozásunk és Isten kijelentése között. Most ilyenkor mi a teendő? Ha valaki csak ugyanaz igazságot keresi, akkor semmiképpen nem az, hogy Isten igéjét próbáljuk igazítani a mi eltorzult gondolkozásunkhoz, hogy az igazoljon minket. Hanem csak az, hogy kész vagyok én igazodni Isten kijelentéséhez, és ahogy Jézus mondotta egyszer az ő hallgatóiról, igazat adok az Istennek. Szabad kérdezni őt, szabad vitázni is vele. Éppen most olvassuk a Jób könyvét. Jób szinte veszekszik Istennel helyenként. De neki mondja el a vele kapcsolatos kételjeit. És aztán tőle kap majd választ. És ő győzi meg, Isten győzi meg Jóbot, hogy mi is az igazság. Egymás terhét hordozzátok, erre biztat az ige, mert így töltitek be a Krisztus törvényét. És közben ne feledjük, hogy ki a maga terhét fogja hordozni a ma napon. Feleljünk az igére azzal az énekkel, amelyik boldog hitvallás arról, hogy ő hordja minden terhem. Tudnék Jézus Krisztus. A 459. ének második versét énekeljük. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom. Ő hordja minden terhem. Eltörli bánatom, eltörli bánatom. Hadd hozzuk eléd először a magunk terheit, Úrunk Jézus Krisztus, aki mindannyiunk terhét átvetted és hordozod. Bocsáld meg, hogy olyan sok mindent nélküled cipelünk. Persze, hogy alig bírjuk. Tele vagyunk panasszal, zúgolódással, vádolunk másokat, hogy nem osztják meg a terheket velünk. Köszönjük, hogy hozzád magadhoz folyamodhatunk. És átélhetjük mindnyájan, hogy te hordod minden terhünket. Eléd hozzuk a legnehezebbeket, a mi bűneinket is. Köszönjük, Urunk, hogy nem is bírhatjuk el a mi bűneink terhét. Köszönjük, hogy a roskasztó súlyuk is figyelmeztet arra, hogy ezt feltétlenül hozzád kell hozni. Így hozzuk most eléd mindazt, ami lelkileg, bensőleg bánt minket. A hitetlenségünket, tisztátalanságunkat, mind azt, amit te bűnnek ítélsz most bennünk. Áldunk téged, hogy mindezt is magadra vetted. Nem akarunk hát mi összehogyni alatta. Letesszük eléd, és köszönjük a te bocsánatodat. És kérünk, hogy szabadíts fel minket arra, hogy egymás terhét tudjuk hordozni, és így töltsük be a te törvényedet. Nem azt a törvényt, amit valamiféle paragrafusok írnak elő, hanem amit a szívünkbe írtál. Írd bele, Urunk Jézus. Köszönjük, hogy neked minden mozdulatodat és szavadat, ez a segítő szeretet,
és az a mély megértés hatotta át, ami belőlünk annyira hiányzik, és amire mi is olyan szomjasak vagyunk. Köszönjük, hogy tőled bőségesen kapjuk ezt. Bocsáss meg, ha tőlünk nem igen kapják ezt. Még az otthoniak sem, a hozzánk legközelebb állók sem. Bocsáss meg, ha kegyetlenül tudjuk nézni azt, hogy ott mellettünk roskadoznak, vagy roskadnak össze mások. Bocsáss meg, ha itt a gyülekezetben is közönösen nézzük olykor egymás terhét. Indítson a te szent lelked minket, arra, hogy egymás terhét igazán hordozzuk. Könyörgünk most különösen azokért, akiknek nagyon nehéz terheik vannak. Akár sokat beszélnek róla, akár úgy hordozzák, hogy igazi nagy terheikről sose beszélnek. Az ő titkuk marad, csak te tudod meg ők, hogy mi nyomja a vállukat és a szívüket. Hadd találjanak ők is oda hozzád, és hadd tudják boldogan elmondani majd, hogy te hordod minden terhüket, és te vagy az, aki eltörlöd a mi bánatunkat. Akár gyász ez a teher, akár a kételjeinkkel való küszködés, akár a magányosságunk, akár a testünk lett olyan nehézzé, hogy alig tudjuk elviselni magunkat, akár mások körülöttünk. Köszönjük, hogy te erőt adsz a megfáradottnak, és az erőtelennek erejét megsokasítod. Könyörgünk így együtt azért, hogy add a te igédet gazdagon, és áraszt ki a te lelkedet a jövő heti berekküldői konferencián. Adjál szabadulást azoknak, akik megkötözöttek. Kérünk, hogy áld meg a mi mai napunkat, hadd tudjuk ezt igazán néked szentelni, értelmesen eltölteni, és engedd a jövő héten is megtapasztalnunk, hogy velünk együtt hordod a terheinket, mi meg hordozhatjuk másokét, és ha te mondod, akkor az könnyű. Ámen. Hallgassuk meg még egyszer mai alapigénket a Galata levélből. Egymás terhét hordozzátok, mert így töltitek be a Krisztus törvényét. Kedves testvérek, ennek a kisgyermeknek az itt léte most szép példa arra, hogy nem csak egymás terhét lehet hordozni, hanem egymást, mint terhet is lehet hordozni. És valószínű megsértődnének az ő szüleik, hogyha most elkezdenénk sajnálni őket, hogy milyen terhekkel cipelniük. Akinek a szívében szeretet van, az boldogan cipeli a másikat, ha az teher is. És ahogy nő, nem csak a kilói miatt, egyebek miatt is, egyre több gondot, egyre több örömöt is fog jelenteni. És ha igazán szeretitek őt, akkor változatlan készséggel hordozzátok, akkor is, amikor különösen nagy teherré válhat pillanatnyilag. Ha szeretettel hordozzuk egymást, akkor ha mindenestül teher a másik, akkor is hordozzuk, és szívesen hordozzuk. És itt talán még tisztábban látjuk azt, hogy mit tett Jézus értünk, és hogyan hordoz ő minket, mint terhet. Így, ahogy vagyunk, mindenestül terhére vagyunk Jézusnak, és hordoz minket. A magunk sok értetlenségével, nehézkességével, hitetlenségével, közönyével együtt hordoz minket. És miközben szeretettel hordoz, aközben formálódunk. Kihord minket, míg egy új élet jön létre, míg kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Minden keresztény szülőnek megvan az a lehetősége, hogy ennek a fordítottja lelkiképpen végbe menjen az életében. Vagyis az, amit most így kérdez Isten igéje tőletek, hogy készek vagytok-e ti úgy a szívetekbe fogadni Krisztust, hogy őt hordozzátok, talán úgy is, mint terhet, mert újabb feladatokat ad, mert sok mindent abba kell hagynia annak, aki őt befogadja, sok mindent el kell kezdenie, sok mindent észre fog venni, amit addig nem vett észre, de így a bennetek lakozó Krisztussal kerülhet kapcsolatba a gyermeketek. Készek vagytok-e úgy befogadni Krisztust, hogy rajtatok mindig túllássanak és őt lássák. Így juthatnak ők majd igazi szövetségre, közösségre Krisztussal, ami a keresztség egyik lehetősége és áldása. Azt a Jézust, aki hordoz minket, mielőtt még tudunk róla, mielőtt még számolunk vele, vagy hiszünk benne, azt a Jézust hordozhatjuk mindnyájan. És vihetjük oda elsősorban azokhoz, akikkel egy fedél alatt élünk, minősített felelősséggel a gyermekeinkhez,
és találkozhat először ő a bennetek hitáltal élő Krisztussal, aztán majd, amikor ő is öntudatos hitre juthat, akkor ő is befogadhatja ugyanezt a Krisztust. És ha a ti szívetekben Krisztus van, és őt hordozzátok, minden terhet is másként tudtok hordozni, mert akkor már vele együtt hordozzátok azt. A váltság azt jelenti, hogy Jézus hordoz minket, és elvisel minket. És ami egész bűntelünket is magára vette, az övét is. És a hit azt jelenti, hogy én hordozom Jézust. És akkor akaratlanul is őt viszem mindenhova, és sokszor ő szólal meg belőlem. Akkor nem úgy kell majd valamikor néhány év múlva gondolkoznotok azon, hogy na most mit csináljunk, hogy a gyermekünk halljon Jézusról, mert úgy éltek ott, mint akik a Krisztusban vagytok, és az életetek már hirdeti neki Jézust. És magától jön majd a bizonyságtétel. Mindannyiunknak is mondja most ezt az ige, ezt a nagy lehetőséget, nektek most különösen is, ti, akik nagy örömmel hordozzátok őt, mint terhet, és drága teherő nektek, és örültök, hogy hordozhatjátok. Jézus is ilyen szeretettel hordoz minket. Kérdés az, hogy mi hordozzuk-e őt így. Ebben adjon megújulást, vagy elindulást nektek, Isten, és ennek az örömét és erejét mindvégig gyermekeitek nevelésében. Ezzel a hittel és ezzel az igényességgel tartsátok őt majd a keresztvíz alá, és így feleljetek szülők és keresztszülők két kérdésre, mielőtt a sátramentumot kiszolgáltatom. Azt kérdezem először, akarjátok-e valóban, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba, a Szent Keresztség által ezt a gyermeket befogadjuk? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek őt, hogy az élő Istenbe vetett hitéről és szeretetéről egyszer majd ő maga önként tehessen vallást a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük. Valljuk meg a mi keresztény hitünket közösen az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben,